kihat a későbbi életre a kis születési súly, állítják a kaliforniai Berkeley Egyetem kutatói. Azok a csecsemők, akik alacsony testsúlyjal vagy koraszülöttként jönnek a világra, felnőttként is nehezebben boldogulnak. Ennek legfőbb oka a szociális hátrány. A szegény családokban ugyanis nagyobb valószínűséggel születnek kis súlyjal a gyerekek. Molnár Fruzsina összeállítása. Viki mínuszról indul. 24 hétre született, alig fél kilósan. Azóta 10 dekát hízott. Az édesanyja azt reméli, most már gyorsan fog fejlődni. Reggel jövök, és itt vagyok fél egyig, és még este is visszajövünk. Kétszer jövök be, mert a két kisfiúval is otthon vagyok, suliba járnak. De amennyit tudunk, minél többet itt vagyunk, mert ez neki is jó. Egy friss kutatás szerint azok a mai 30 és 40 év közötti felnőttek, akik kisebb súllyal születtek, kevésbé sikeresek a társadalomban, mint azok, akik dundip csecsemők voltak. A Szemülvész Egyetem docense azt mondja, sok múlik azon is, mi vár a gyerekre a születés után. Nem azt jelenti, hogy mindenki, aki 2500 gramm alatt született, az garantáltan bevásárolta magának azt, hogy ő biztos, hogy sikertelenebb lesz, mint a többiek. Ezek statisztikai igazságok, amelyek az egyén szintjén nem biztos, hogy igazak, de nagyobb méretben, populációban biztos, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy itt rettentő sok teendőnk van. Magyarországon a koraszülés szinte népbetegség. A gyerekek 8%-a pedig nincs 2,5 kiló, amikor a világra jön. Az utóbbi években ez a tendencia ráadásul növekvő. Az sokoldalúan megerősített tény, hogy a szegénység az egy nagyon-nagyon fontos összetevője a kis születési súllyal való világra jövetelnek, vagy a kis születési súlynak. A SOTE orvosa szerint egészségügyi programokkal nehéz javítani a helyzeten. A kismamáknak szénhidrátok és zsírok helyett gyümölcsök és zöldségek kellenének például. Viszont a várandós anyák egy része nincs abban a helyzetben, hogy minőségi ételt egyen, vagy terhes vitaminokat szedjen, hiába kellene. Nem tudják megfizetni. A születés előtti elmaradáson később lehet segíteni, ha van miből. Ferge Zsuzsa szociológus szerint azonban egyre több család engedhet meg magának egyre kevesebbet. A szegények száma folyamatosan nő. Nagyon-nagyon pontos számokról nem lehet beszélni, hiszen maga a létminimum is egy ilyen nagyon összetett szám, és így tovább, és így tovább. Most már lassan 4,5 millióról beszélnek, akik ez alatt a tisztességes minimum alatt élnek. A magyarországi koraszülések aránya az OECD tagállamok között a negyedik legrosszabb. Az Európai Unió országait nézve pedig nálunk születik a legtöbb baba idő előtt. Molnár Fruzsina, Hír 24.